Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt az Autonavigátoron, én Horváth András vagyok, és ma földutakon fogunk kalandozni, amiben a társam egy Suzuki Vitara lesz, méghozzá nem is akármilyen Vitara, hisz ez egy összkerékhajtású változat, és elmondom, hogy miért jó egy ilyen összkerékhajtású szabadidő autó. Az autó formájáról nem beszélnék most sokat, hiszen mindenki nagyon jól ismeri már Magyarország egyik legnépszerűbb modelljét. Ugyanakkor meglepett, hogy eltűnt az All Grip felirat hátulról, ami arról tanúskodik, hogy ez egy összkerékhajtású változat. Ez beköltözött a műszerfalra. Viszont látható itt egy hibrid felirat is, amiből pedig azt tudjuk meg, hogy ez ebben az esetben egy lágy hibrid hajtáslánccal felszerelt modell, de nem is vesztegettem tovább a szót, menjük és nézzük meg, hogy mit tud terepen ez a 130 lóerős Vitara. Bár most főleg földutakon próbálgatjuk a Vitarát, azért azt hozzá kell tenni, hogy nem csak itt jön jó az összkerékhajtás, nem csak hegyen, völgyön átközlekedve, vagy épp mély hóban vesszük a hasznát. Bármilyen kanyargós útvonalon érezhető a jótékony hatása. És akkor nézzük is meg, hogy milyen üzemmódokat lehet kiválasztani az All Grip modellekben található tekerőgombbal. Kezdem azzal, ami nekünk most nagyon-nagyon jól jön, ez pedig a snow mode, hiszen ilyen nagy esőzések után vagyunk, ráadásul egy agyagos földúton, ami olyanná vált ezáltal, mintha jégen autóznánk, és nagyon-nagyon csúszik most az autó, viszont a snow mode az segít boldogulni így is, mert mindig juttat hátra és nyomatékot, amikor már az első kerekek tapadást vesztenének, tehát sokkal stabilabban tudunk így közlekedni. Szintén itt a sárban nőhet majd jól a lock gomb, ami zárja a differenciálművet, és segít abban, hogy ne akadjunk el úgy a mély sárban, mint a mély hóban. Ha az a szempont, hogy minél gazdaságosabban tudjunk közlekedni, akkor az autómódot kell megnyomni a tekerőgomb közepén, akkor igazából többnyire első kerékhajtású marad az autó, és csak akkor avatkozik be, amikor úgy érzi, hogy mindenképpen szükséges az összkerékhajtási rendszer, tehát akkor juttat nyomatékot máshova is. A sportmód pedig leginkább nem terepre való, kanyargós útvonalakon érezhető annak jótékony hatása, ott is egy kicsit több nyomatékot juttat a hátsó kerekekre, így sokkal stabilabbá válik az autó. Kipróbálom a lejtmenet vezérlőt is, ami itt a kormánykeléktől balra található, a bekapcsoló gombja. Ez arra jó, hogy amikor meredek lejtőkön gurulunk lefelé, akkor ő automatikusan kezeli a féket, így a sofőrnek egyedül a kormányzásra kell figyelnie. Kipróbáljuk egy gázlón is a Vitarát, hiszen 18,5 cm-es a has magassága, szóval könnyedén át kell, hogy guruljon rajta. Egyébként ez a has magasság nem csak egy ilyen gázlókon jön jól, hanem földutakon sem kell félni, hogy leér majd az alja. Elől 18,2 fokos a terepszöge, hátul pedig 28,2 fokos, úgyhogy ez is segít egyébként még a földúton. Igazi hátránya pedig nincs az összkerékhajtásnak, az tény, hogy egy kicsit módosult ezáltal a gyorsulás az autónak, de ez csak annyit jelent, hogy 9,5 másodperc helyett 10,2 másodperc alatt éli el álló helyzetből a 100 km/órás tempót, de hát ez valójában nem igazán érezhető, illetve 80 kg-mal, körülbelül 80 kg-mal nehezebb az autó az összkerékhajtással. Viszont a fogyasztás miatt sem kell aggódni, hiszen ez a lágy hibrid rendszer,
hogy már említettem, ez a 130 lóerős 235 Nm forgató nyomatékú hajtáslánc, a 6 fokozatú manuális sebességváltóval segít, hogy ne szaladjon el a fogyasztás sem. Természetesen az összkerékhajtásért felárat kell fizetni. A Vitara a GL Plus felszereltséggel és Allgrip összkerékhajtással kicsivel 8 millió forint felett indul. Ha jól emlékszem, akkor 8,18 millió forint egészen pontosan a kedvezményes alapára. De természetesen jár hozzá a Suzuki 3 plusz 7 éves garanciája is. Ha szeretnétek még több érdekes videót látni, akkor kövessetek minket továbbra is a YouTube csatornánkon, de érdemes egy pillantást vetni az Instánkra is, és természetesen az autonavigator.hu minden nap friss hírekkel, érdekes sztorikkal, tesztekkel, használt autótesztekkel várunk titeket továbbra is. Sziasztok!